Idén is megrendezték a Szikrák táncegyüttes évvégi záró buliát és táncházát. Az utánpótláskorú táncosok összejövetelén a szülők mellett vendégművészeti együttes is érkezett Kiskanizsára. A tegnap esti folk mulatságon több tájegység táncai is megelevenedtek. Sárközi, moldvai és jókai táncokból volt tavaly táncház, idén ezt bővítjük ki, meghívtuk a Dráva Gyöngye táncegyüttes, nyáron volt egy közös edzőtábor, onnét is ígérték, jönnek többen, úgyhogy velük lesz egy ilyen kis közös bulit az elején, és akkor utána 8 órától a felnőtteket is várjuk, ott pedig a szokásos, hagyományos táncrendek, szatmári, mezőségi, kaloteszegi, széki, amik így általában a táncházakban lenni szoktak, azokkal folytatjuk.